Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a DSTV Pro Art című magazinját látják. 2018. július 12-én megújult a könyvtár homlokzata Páhi Péter képzőművész jóvoltából. Az alkotás újrahasznosított anyagokból készült, a stílust úgy is nevezik, hogy kacatszobrászat. A kreáció idén májusban kiegészült egy József Attila felirattal. Két évvel ezelőtt megújult a József Attila könyvtár homlokzata. Tóth Éva intézményvezető Páhi Péter képzőművésszel egyeztetett arról, hogy az épület oldalán lévő sárga kerámia burkolat megtartásával egy olyan alkotás kerüljön ki, amely a könyvtárra emlékeztető motívumokat foglalja magába. Végül megszületett az újrahasznosított anyagokból álló alkotás, amely idén májusban kiegészült. Többféle dologból indultunk ki. Egyrészt olyan anyagot választottunk, ami ehhez a városhoz kapcsolódik, tehát fém. Olyan anyagot, ami újrahasznosítható, tehát a modern trendekhez is kapcsolódik, és ezen kívül még az is kívánság volt, hogy színes legyen, vonzó legyen, kifejezze azt, hogy ebben az épületben könyvtár van. Elkészült ez a gyönyörű kép sokak örömére, és hát azért még látszódott, hogy van mit tenni a bejáratnál. Nem csak az akadálymentesítés hiányzik, de azért ott még a felirat sem egészen passzolt ez a műalkotás. Ezek a felvételek május 13-án készültek, ekkor helyezte ki Páhi Péter képzőművész a József Attila könyvtár feliratot az épület bejáratának falára. Az újabb mű szintén újrahasznosított anyagokból állt össze. Tóth Éva az igazgató keresett meg azzal, hogy van ez a felület, ami egy gyönyörű szép, csak egy kicsit unalmasnak tűnt már, illetve hát cél volt, hogy ugye a nyugdíjasokon kívül most már a fiatalokhoz is kéne szólni a könyvtárnak, és ezért valami olyan graffitibe gondolkodott az Éva, ami esetleg a fiatalok számára vonzó, vagy figyelemfelkeltő, és akkor ők is beteszik a kis lábukat a könyvtárba. Aztán készült erre egy terv, ami elkerült ugye a főépítészhez, és ő azt kérte, hogy mivel ez egy műemléképület, és ez a sárga kerámia burkolat, ez védett érték, ezért nem kéne összefújkálni. Emielőtt természetesen mi ezelőtt fejet hajtottunk, és akkor készült egy olyan terv, ami egy ilyen elé szerelt, szigorúan figyeltünk rá, hogy csak a fugába fúrjunk rá, hogy véletlenül a kerámia burkolat sérüljön. Egy olyan vas szerkezet, ami festve van, félig dombolmű, félig meg ilyen installáció jellege, ami hát olyan motivumokat tartalmaz, meg attribútumokat, amik a könyvtárra, olvasásra, tudásra utalnak leginkább, mint bagoly, fény, meg ilyesmi, gyertya. Aki erre jár, biztos látta már. Na és akkor ehhez illeszkedve készült egy új felirat. A régi is nagyon szép volt, de a két dolog kevésbé passzolt egymáshoz, és akkor Éva tavaly évvégén keresett meg, hogy egy újabb felirattal lehetne esetleg még ezt a szándékot megerősíteni, hogy mindenki, és főleg ugye a fiatalság számára is érdekes legyen a könyvtár homlokzata. Én azért évtizedek óta most már lassan próbálok ilyen rendelkezésemre álló, hát nem hulladékanyagból, de olyan, ami egyéb szerszámokból, eszközökből lett kiszerelve, és mindig ez a kiinduló pont, hogy éppen mi van otthon. Ez esetben hát hirtelen nehéz azokat a tárgyakat, de például az E betű az egy vasvilla, a Z betű az például a rácalmási községháza feliratból volt Z, csak mivel városházára cserélték, megkaptam az E betűt, Ihász Jani barátomtól, és úgy gondoltam, hogy ennél kitűnőbb helyre nem is kerülhet. A könyvtár munkatársai bíznak abban, hogy hamarosan újra kinyithatják az intézmény ajtaját az olvasók előtt, de addig is online programokkal kedveskednek az érdeklődőknek a www.jakt.hu weboldalon. Május 25-től folytatódik a próbaidőszak a Bartók Kamara Színházban. Az utánképzés ittas vezetőknek című előadás próbáira összesen 3 hét áll a színészek rendelkezésére, ami pontosan a fele annak, amennyire általában egy előadásnál szükségük van.
A 6 férfi és 3 nő ittas vezetésért vesztette el a jogosítványát, hogy újra vezethessenek a közlekedési hatóság utánképzőközpontjának döntése szerint 3 napos pszichológus által vezetett csoportterápián kell részt venniük. Ez a központi témája a Bartók Kamara Színház következő bemutatójának. A koronavírus járvány okozta nehézségek miatt az olvasópróbát követően szinte rögtön fel kellett függeszteniük a színészeknek a személyes kontaktot. Ennek kapcsán személyi változások is voltak az előadásban, hiszen a hosszas szünet miatt több művésznek más kötelezettsége is akadt, így Gulyás Herman Sándor helyett Sipos Áron, Jókai Ági szerepében pedig Erdélyi Tímea érkezett. Tulajdonképpen tragikus hirtelenséggel történt minden, hogy most itt állok ezen a színpadon a próba kezdés előtt néhány pillanattal. Sipos Imre hívott föl, akivel én már nagyon régóta dolgozom együtt Vácon is, itt Dunaújvárosban is, Rózsavölgyi Szalomban is, és azt hittem, hogy valamilyen közös munka miatt hív már, hogy már egy meglévő közös munka miatt, és amikor vett egy levegőt, hogy arról lenne szó, igen, és én meg sem hallgattam, hogy mi, mert bármi is, tehát hogy szívesen indulok vele csatába, és az, hogyha Dunaújvárosba kell jönnöm játszani, akkor az nekem nagyon nagy öröm, nekem nagyon nagy élmény volt itt az Üvegcipőben próbálni, és együtt dolgozni a társulattal, nagyon szeretem őket, úgyhogy igazából vártam a pillanatot, hogy ez újra megtörténhessen, és tényleg tessék eljött. Igazából egy szerencse vagy szerencsétlen helyzet kapcsán, mert hogy Jókai Ági kolléganőmnek el kellett kezdenie máshol dolgozni, amiatt, hogy most ugye ez az egész karantén helyzet így egészen felborította minden ember életét, és így az elkezdődő munkáknak a sorrendjét is, vagy fontossági sorrendjét, prioritásait megváltoztatta, és itt viszont már így nem tudta újra fölvenni a munkát, és azonnal találniuk kellett valakit a helyébe, úgyhogy örömmel vettem át tőle a szerepet. Az, hogy a felkészülés az hogy zajlott. Igazából azt mondtam, hogy küldjenek át egy szövegkönyvet, és hétfőre tudom a szöveget. Én ebben nagyon karakán vagyok, tehát úgy jövök próbálni, hogy már tudom, hogy mit fogok próbálni, hogy mik a mondataim, mik a megszólalásaim. Nyilván nem építek egy képet a fejembe, hogy ez majd hogy fog kinézni, teljesen rábízom magamat a rendezőre, és az impulzusokat meg a kollégáktól várom, de szeretem tudni, hogy mibe csöppenek, úgyhogy beszélgettünk többször a Sipivel telefonon azzal kapcsolatban, hogy ő miket mondott az olvasópróbán a többieknek, hogy körülbelül ezt az egészet hogy kell majd elképzelni, és hogy az én helyzetem ebben az egészben körülbelül mi, úgyhogy ezekkel az itinerekkel itt a fejemben és a szívemben most neki kezdek ennek a próba folyamatnak, és nagyon-nagyon várom. Bár pont fele annyi idő van az előadás próbáira, mint amennyit normál helyzetben kapni szoktak, ám a színésznő úgy véli, ez nem fog problémát okozni. Igazából egy színházi próba folyamat az 6/8 hét attól függően, hogy mik a ráérések, illetve hogy mennyire nehéz a feladat, amit meg kell csinálni. Mi most pont lefelezve fogjuk ezt próbálni, tehát 3 hetünk van, 3 héten rendelkezésünkre, hogy gyakorlatilag az újrakezdéstől a bemutató szintig eljussunk. Nincs rajtunk az a nyomás, hogy közönség fog bent ülni, mert hát ugye sajnos nincs az a helyzet, hogy bent ülhetnek, de hát mivel napról napra változnak a helyzetek, ezért még az is elképzelhető, hogy amikor itt felgördül a függöny és próba, mint előadás van kiírva a próbatáblára, akkor valóban ülnek itt. Ha mások nem, kollégák, barátok, családtagok, az azért az ugye elég izgalmas lesz. Én szerintem nem lesz durva ez a 3 hét olyan értelemben, hogy kicsit feszítettebben kell majd dolgozni, de nem hiszem, hogy túlságosan fel fog minket ez borítani, úgy mentálisan, mint fizikálisan. Mindenki nagyon képességes és felkészülten jött ide, úgyhogy nem hiszem, hogy gond lesz belőle. A folyamatosan változó szabályok és a koronavírus járvány okozta enyhítések miatt a színház vezetése reméli, hogy végül, ha nem is teltházas közönség előtt, de nem is az üres nézőtérnek fogják bemutatni az előadást. Március közepétől nem tartottak nyilvános miséket a templomokban a koronavírus járvány miatt. A korlátozások ideje alatt többféle módon is próbálták elérni a híveket, azonban május 10-től ismét lehetőség van nyilvános istentiszteletek lebonyolítására, a megelőző óvintézkedéseket betartva. Az elmúlt időszak mindenki életét megnehezítette. A koronavírus miatt intézmények zártak be, eseményeket mondtak le és halasztottak el, emellett pedig a miséket sem tarthatták meg a templomokban. Kovács István városunk görögkatolikus parókusa azt mondta, az interneten keresztül próbálták meg elérni a híveket. Próbáltunk mi is megtanulni új dolgokat, próbáltuk az internetre felrakni, élőben közvetíteni interneten keresztül a hívek felé a Szent Liturgiát, és ahogy ezt tettük, először láttuk azt, hogy nagyon-nagyon jó ötlet.
hogy nagyon jó ötlet, viszont egy idő után rádöbbenünk arra, hogy a személyes találkozást nem helyettesíti. És csak a személyes találkozás az, ami a Szent Liturgián való részvétellel egyenlő. Tehát, hogy az emberek szépen a templomban is, bízunk benne, hogy amikor majd a nyitás lesz, akkor szépen visszatérnek, és a templomban együtt lehetünk. Kovács István azt is elmondta, a hétvégére várják a további utasításokat, és egy-két héten belül visszaállhat a rend a megelőző intézkedések betartásával. Pontos időpont még nincsen, majd ezen a héten, hétvégén fogjuk megtudni mindazt, hogy hogyan tovább, hogy hogyan kell nekünk is liturgiázni. Nyilvánvalóan, hogy a szentmisék is, ahogy végező vannak, szigorú szabályok mellett, tehát fertőtlenítés, szentmise előtt, szentmise után, maszkban jönnek a hívek, akár kesztyűben, tehát hogy azért meg kell tartani ezeket a szabályokat, fontos, mert nem veszélyeztethetjük egymást, és természetesen 65 év felettieket még a püspökatyák is kérték, hogy maradjanak még most otthon, meg a távolság megtartása mellett üljünk a templomban. Volt, aki azt mondta, hogy legalább így részt tud venni a Szent Liturgián, volt, aki azt mondta, hogy alig várják, hogy élőben lehessen, tehát hogy ne csak az interneten, hanem fizikailag is találkozva, és nyilvánvalóan mindenkinek ez volt a véleménye, hogy fizikailag, de akik azért nem tudtak eljönni, akik ágyhoz kötöttek, akik úgy tényleg otthonukban bezárva élik az életüket, azok nagyon örültek, hogy nem csak havonta egyszer-kétszer találkozhatnak a pappal, hanem azért láthatják őt az interneten keresztül, mert az unokák meg a gyermekek, akiknek van internet, azok elvitték szépen hozzájuk, és bekapcsolták, és megmutatták, és erre tehát nagyon-nagyon jó szívvel gondoltak. A parókus elmondta, az online liturgiáknak nagy sikere volt, a visszajelzések pozitívak, de mindenki abban bízik, hogy minél előbb újra találkozhatnak egymással. Június 1-től ismét lehet az esküvők után lakodalmakat tartani, de csak is a megelőzés szabályainak betartásával és maximum 200 főig. A részletekről Berkes Ildikó rendezvénydekorost kérdeztük. A koronavírus járvány okozta nehéz helyzetben hozott intézkedéseknek köszönhetően áprilistól május végéig csak szigorú korlátozások mellett házasodhattak a jegyes párok, sőt, lakodalmat egyáltalán nem lehetett tartani. Ennek hatásairól Berkes Ildikó rendezvénydekoratőrrel beszélgettünk. Hát azt tudnám mondani, hogy rendkívül nehéz volt, ugyanis az összes májusi esküvőnket lemondták, az áprilisiakat is. És én azon az állásponton voltam, hogy kivárok. Én bíztam benne, hogy meg fogják ezt hamarabb nyitni, mint augusztus 15, és az élet szerencsére engem igazolt. Jó pár jegyes pár gondolkodott így, ahogy én, hogy nem csináltak semmit, abba hagyták a szervezkedést, és most vagy egy hét vagy két héttel ezelőtt újra kezdték a szervezkedést, és újult erővel vágják bele magukat. Vannak olyan párok, akik áttették jövőre az esküvőjüket, kettő vagy három van olyan, aki lemondta sajnos, és olyan is van, akik őszre áttették az esküvőjüket. Jellemzően a létszámokban nagy változás nincsen, úgyhogy várjuk továbbra is, hogy mi lesz. Azt is megtudtuk tőle, idén többek között a puderszínek is hódítanak. A grenneri stílus az abszolút hódít, a vintage továbbra is, és a puderszínek, puderrózsaszín. Stb. Van egy-két bevállalós mennyasszony, most például lesz kettő olyan esküvőnk, ami folk matyóhímzéses, kalocsai hímzéses mintákat fog tartalmazni, de döntő többségében az előbb elmondottak. Bízom benne, hogy az idén is lesz jó pár különleges, de most még így annyira ez még nem körvonalazódott ki. Igazából a párok most kezdenek el felébredni, most kezdenek el gondolkodni, tehát inkább ugye az első az egyéb szolgáltatóknak a felkeresése, a dekoros az szerintem valahol ott a háromnegyed részénél van, úgyhogy még ez annyira nem körvonalazódott ki, hogy ezeken kívül milyen különlegesebb esküvők lesznek, de számomra mindegyik különleges, és igyekszem mindegyiket különlegessé tenni. Előre láthatóan a szolgáltatóknak egy téli esküvő szezonra is fel kell készülniük. Egyébként a június, július, augusztus, szeptember és október az tele lesz.
de mindenképpen kell, tehát már tolódik, én úgy gondolom, hogy október-novemberre is van már előjegyzésünk, ami azért a novemberi esküvő annyira nem volt eddig jellemző. De nyilván, hogy azok, akik ragaszkodtak mondjuk azokhoz a szolgáltatójukhoz, akit már mondjuk megfogadtak tavaly, és lehet, hogy ő csak novemberben ér rá, akkor előfordulhat, hogy ez miatt eltolják az esküvőjüket. A rendezvényterem kialakításánál mindenképpen figyelembe kell venni az operatív törzs által meghozott szabályokat, figyelni kell a családonkénti távolság betartására. ProArt című magazinunkat látták, a DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Műsorainkat visszanézhetik a dstv.hu honlapon, illetve YouTube csatornánkon, kövessenek bennünket Facebookon és Instagramon is. Egy hét múlva újabb adással várjuk Önöket, addig is viszontlátásra!